Nagy Roland vagyok, a Tamási Béri Balog Ádám katolikus gimnázium, kollégium, általános iskola és óvoda igazgatója. Mint ahogy az a nevünkből is látható, elég sokszínű és sokrétű képzést kínálunk, úgyhogy szeretném röviden bemutatni a már a 2024-2025-ös tanévre gondolva és ezekre vonatkoztatva azokat a lehetőségeket, amelyekkel a következő év szeptemberétől várjuk a következő korosztályú, illetve a különböző korosztályú tanulókat. Óvodánk is van, úgyhogy természetesen a kicsiket is várjuk majd oda, áprilisban lesz a beiratkozás, erről nyilván mindenki majd tudomást fog szerezni. Első osztályba is természetesen várjuk a jelentkező nagycsoportos óvodásokat. Leendő osztályfőnökök, akiknek a nevét most még hadd ne áruljam el, hamarosan úgyis ki fog derülni. Leendő osztályfőnökük több programmal fogja őket várni már ebben a tanévben. Ezek úgynevezett iskola nyitogató programok, különböző eseményekhez kapcsolódnak, és azt a célt szolgálják, hogy a leendő tanítónénikkel, a leendő osztálytársakkal, a leendő intézménnyel, iskolával már óvodáskorukban megismerkedhessenek, és úgymond már úgy érkezzenek meg jövőre a szeptemberben az első osztályunkba, hogy ismerik a közeget. Az úgynevezett nyelvi előkészítős osztály, ismertebb nyelvén kis gimnáziumi osztály. Ebben a képzésben gyakorlatilag 8 plusz 1 évet, azaz 9 évet töltenek el nálunk a jelenlegi negyedikesek. Mint említettem, ez egy nyelvi előkészítő osztály, benn van a nevében, hogy az első év az kifejezetten és nagymértékben és szigorúan és sok óra számban nyelvi képzésre épül, angolt és német nyelvet lehet választani. Itt igen magas óraszámban tanulják az idegen nyelvet, de nem kell megijedni, hiszen ez hosszú távon kifizetődő lesz. Bizonyítja ezt az, hogy az ilyen típusú képzésben résztvevő tanulóink szinte mindegyike már 8-ban, 9-ben, legkésőbb 10-ben nyelvvizsgát tesz, akár angol, akár német nyelvből, esetleg két nyelvvizsgát is tesz, vagy a középszintű érettségi mellett emelt szintű érettségire is képessé válik, és ezáltal nyilván megkönnyíti a boldogulását akár a továbbtanulásban, akár a későbbi életében a munkaerőpiacon. De emellett a digitális kultúra, informatika tantárgy oktatás is rendkívül erős, illetve bátran mondhatom, hogy a többi tantárgyból is kollégáink olyan szinten képesek felkészíteni a tanulókat, hogy későbbi terveiket bármely irányban valóra tudják váltani. Én azért választottam a nyelves osztályt és a Béri gimnáziumot, mert szerettem volna egy nyelvvizsgát, és hogy szeretnék megtanulni németül, és hogy komolyabban ezt a nyelvet tudnám így folytatni. Most csak még 3-4 hét telt el, de nagyon jól érzem már magamat, és úgy próbálunk beilleszkedni az osztállyal, mint egyedül, és nagyon jól érzem magam. Ezen kívül indul egy másik ötödik osztályunk is, amely a hagyományos, általános tantervű képzésre épül. Ez tulajdonképpen az általános iskola folytatása felső tagozaton. 5., 6., 7., 8. osztályban lesznek nálunk a tanulók, és 8. után, úgy mint egy hagyományos általános iskola esetén, tárva van a kapu többfelé. Tanulmányi eredményeiktől, szorgalmuktól függően az út sokfelé vezethet, akár szakképzésbe tovább, de akár maradhatnak nálunk a gimnáziumba is, megkezdve itt a 9. osztályos gimnáziumi képzést. Ide a jelenlegi 8. osztályosokat várjuk. Nekik is egy nyelvi előkészítő évfolyammal fog indulni a képzés, ők 4 plusz 1, azaz 5 év alatt jutnak el az érettségig. Ez ugyan egy évvel hosszabb, mint egy átlagos gimnázium képzés ideje, de nekik is ezt tudom mondani, hogy megéri, hiszen az első évben olyan komoly nyelvű előkészítő képzés zajlik, amely megalapozza a későbbi éveket, és nyelvvizsgával zárul, és nagyon jók a statisztikáink a nyelvvizsgázók tekintetében. Várjuk egy nyílt napra is, november 15-én lesz ez a nyílt napunk, nagyon fontos, minden 8-os szívesen látunk ezen a rendezvényen, ahol egy kicsit részletesebben megismerhetik programjainkat, iskolánkat, képzésünket, bemutatkozik leendő osztályfőnökük, hiszen az ő kiléte is ismert már, illetve nyílt órákon szerezhetnek tapasztalatot a nálunk zajló tanulási folyamatról. Egy olyan iskolába szerettem volna menni, ahol a nyelvre nagy hangsúlyt fektetnek, mivel a mai világban elengedhetetlen, hogy a nyelveket tanuljunk. Én is itt nyelvvizsgáztam, mivel nagyon jól felkészítenek a Bériben a nyelvek mellett még az érettségire is egyaránt.
Szóval ez miatt döntöttem mellette. Most már lassan ugye ez lesz a harmadik évem, és nagyon jól érzem magam. Sok barátra leltem, nagyon jó az osztályközösségem is, a tanárokkal is megtaláltuk az összhangot, szóval nagyon jól érzem magam. Iskoláknak van egy mottója, amely úgy hangzik, élni kell az iskolában, nem pedig túlélni. És mi nagyon komolyan vesszük ezt, ehhez próbáljuk tartani magunkat, abból a szempontból is, hogy a sok-sok tanóra mellett, amely természetesen az ifjak fejlődését szolgálja, igyekszünk olyan programokat biztosítani számukra, amely egy picit ezeket a szoros iskolai időket föllazítják. Ezek közé tartozik például az ismerkedési bál vagy szecskabál, amely tulajdonképpen az igazgatóválasztási kampánynak a megkoronázása a fordított nap estéjén. Aztán szalagtűző ünnepét tartunk azoknak, akik elbúcsúznak tőlünk ebből az iskolából. Farsangi bált szervezünk a gyerekeknek, amely mindig nagy népszerűségnek örvend. A ballagás az egy kultikus program, ugyanúgy, mint minden más iskolában, amikor a végzősöket tulajdonképpen elengedjük ebből az iskolából. Ezen kívül próbálkozunk úgy is felkelteni az érdeklődésüket, hogy lássák és értsék azt, hogy az iskolai tanórákon kívül is lehet tapasztalatot szerezni és tanulni. Ehhez tartozik tulajdonképpen a látható matematika projektünk, amelyet a matematika tanárok vezetnek, a vándortábor, amely mindig nyári program, és keresztül Kassul barangolják tulajdonképpen hazánk legszebb tájait. A Határtalanul program részesei vagyunk, idén is megy 2 osztályunk ennek a programnak a segítségével Erdélybe. A Rákóczi Szövetség pályázatain szintén utaztatjuk a gyerekeket Erdélybe, ugye ez nekünk egy középponti téma, hiszen az ilyen kirándulások alkalmával meg tudjuk mutatni nekik testközelből azokat a történelmi és irodalmi helyszíneket, amelyekről az órán tanulunk. 2014 óta működik nálunk az Erasmus Plus program, amelynek keretében külföldi partneriskolákba és külföldre visszük el a gyerekeket. Azért érdekes ez, mert egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez a programunk, hiszen olyan célországokat is elértünk, mint például a Portugáliához tartozó Azori-szigetek, vagy a szintén Portugáliához tartozó Madeira-szigete, de ugyanúgy voltak a gyerekeink a francia fennhatóság alatt működő Réunion-szigetén, Dániában, Spanyolországban, Kréta-szigetén, Görögországban, Bulgáriában, Horvátországban, Törökországban, és tulajdonképpen nem is elég az idő arra, hogy felsoroljam mindazt a partneriskolát és partnerországot, ahová eljuttatjuk a gyerekeket. Ezzel egy olyan plusz élményt adunk nekik, amely megmutatja számukra azt, hogy miért is érdemes ebbe az iskolába járni.